Dicsértessék Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, valamint Püspök atyát is stúdiónkban. Soproni Mónika vagyok. Püspök atya, az örök életről kezdtünk el beszélgetni néhány héttel ezelőtt, több műsoron keresztül most már. Ezt a témát folytatjuk ma. Ma az ellenkezőjéről lesz szó az örök életnek, tehát az örök kárhozatról. Ez a lehetőség a halál után legalább annyira központi helyet foglal el a gondolatainkban, mint az örök dicsőség. Azt tanuljuk itt a órán, hogy akik halálos bűnben halnak meg, ők egyszerre az örök kárhozatra jutnak. Ezt persze a gyerekek úgy képzelik el, hogy van egy nagy kondér valahol a föld mélyén, körülötte ízzik a levegő, fazékban az ördögök keverketik a rossz embereket. Ez ugye a naív emberi képzelet szüleménye, de mégis hogyan kell elképzelnünk az örök kárhozatot? Mi is az a pokol? Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kárhozat állapotával kapcsolatban, amiről nagyon sok szó van a Bibliában és Jézus tanításában is, nagyon fontos mindenekelőtt világosan látni, hogy a kárhozatot nem Isten alkotja. Az Isten jó, tehát ő semmi rosszat nem tud alkotni, és nem is akar alkotni. Ilyen kínzó kamra, amit Isten létrehozott, ahol büntetné az ellene forduló embereket, ilyen nem létezik. A kárhozat egy állapot, amit maga az ember hoz létre. Tehát ezt mi csináljuk? Az Isten nem tud rosszat csinálni. Csak az ember képes saját magát is eltorzítani, maga körül a világot a családja számára poklot teremteni. A világban itt a földön is pokoli helyzeteket létrehozni, és ez tud megmerevedni esetleg a halál után is egy ilyen pokoli állapotban. Nem létezik ilyen kínzókamra, tehát töröljük ki az emlékezetünkből, ilyen hely a világon nincs. Ezt az ember csinálja. Nem Isten akarja, hogy bárki elkárhozzon. Nem is ő küld oda. Ezt az ember saját maga választja, saját maga csinálja. Ő maga választja ezt az életsorsot már itt a földön, és aztán odát is. Istennek egyetlen akarata van, az üdvösség. Ezt tanítja a Biblia. Szeretném, ha ezt mindannyian mélyen a lelkünkbe vésnénk, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar. Neki ez egyetlen akarata van, ezért teremtett minden embert. A pokolnak a lehetőségét, vagy a kárhozat állapotának helyesebben, talán ezt a szót is inkább kerüljük, hogy pokol, és sokkal inkább beszéljünk kárhozat állapotáról. Ezt a lehetőséget azért tanítja a katolikus egyház, és általában a kereszténység, mert nagyon mélyen hiszünk az ember szabadságában. Vagyis abban, hogy az ember annyira szabad, hogy képes akár az Istennek is nemet mondani. Ha azt állítanánk, hogy a kárhozat állapota végül is nem lehetséges, és szükségképpen minden ember üdvözül, akkor tulajdonképpen azt mondanánk, hogy igazából az ember számára más választás nincs, tetszik, nem tetszik, csak a Jóisten felé lehet menni. Csak a szeretet felé, valamilyen módon Isten belekényszerít mindenkit a maga utcájába. És ezzel szemben a kereszténység azt állítja, hogy szabadság igenis van, mégpedig olyan hatalmas, hogy képes az ember akár az Istennek is nemet mondani. És ha valaki azt mondja, hogy köszöni szépen, de ő Istenből nem kér, szeretetből nem kér, többi emberből nem kér, ő nagyon jól el van egymaga, ő gyűlöletben akar élni, Isten ezt az akaratot tiszteletben tartja. A kárhozottság állapotát nem az Isten hozza létre, hanem ez az ember, aki ilyen módon él. Talán lehetne azt is mondani, egy kicsit a múltkor beszéltem erről, hogy az örök élet egy titokzatos kapu. A halálunkkor átlépünk ebből a véges világból, átlépünk az Istenbe. A testünket, mint hordozó rakétát elengedjük, és képessé válik az ember átlépni az Isten világába. És ezt így is fogalmaztam, hogy Isten anyagába. Az Isten lényege tiszta szeretet, önátadás, önzetlenség, igazság, tisztaság, szépség. És aki gyökeresen ennek az ellenkezője, az nem bír behatolni az Istenbe. Nem azért, mert Isten őt eltaszítja,
hanem mert ő maga ilyenné formálta magát. Egyszerűen fizikailag lehetetlen számára az Isten világába belépni. Ezt az állapotot nevezi tehát a Biblia a kározat állapotának. Amikor az ember a jelenésekről olvas, ott is több helyen le van írva, hogy a szűzanya megmutatta a poklot a látnokoknak. Ilyenre gondolok, mint hogy Jácintánál, aki alig 6 éves volt, és látta a poklot, amelynek a látványa annyira megragadta, hogy semmilyen vezeklés, önmegtagadás nem volt számára elég, hogy a lelkeket megmentse. Mielőtt feltenném a kérdést, engedjék meg, hogy egy ehhez kapcsolódó iskolai történetet meséljek el. Egy alkalommal szülők jöttek oda hozzám, hogy ne említsem a gyerekeknek a poklot, mert nem kell ilyenekről tudniuk. Eléggé meglepődtem, hiszen éppen a fatimai jelenésekről tanítottam, és annak kapcsán meséltem el a látomást, ami hozzátartozik a történethez. Valamint azért valamilyen szinten nem lehet úgy beszélni a mennyországról, hogy a pokol lehetőségét ne említsük meg. Tehát akkor most jönne a kérdés, hogy mi volt konkrétan abban a látomásban, ami olyan döbbenetes volt a 6 éves Jácinta számára, hogy kisgyermekként is ilyen következtetésre jutott, hogy vezekel, imádkozik a lelkekért. Hadd kezdjem onnan, hogy a fatimai üzenetek, látomások, ezek magánkinyilatkoztatások. Ami azt jelenti, hogy az egyházunk soha nem gondolja azt, hogy ezt bárki számára kötelezőként kellene fölkínálnia. Tehát egyáltalán nem azonos súlyúak a Bibliának vagy magának Jézusnak a kijelentéseivel. És ahogyan már a Biblia szavait is olyan módon értelmezzük, hogy tudjuk, hogy a Szent Szerző, aki leírta mondjuk a teremtés történetét, vagy bármi más bibliai elbeszélés, kicsit átszűri a maga világképén. A teremtés történetből például hallunk erről, hogy az égbolt szilárd, és fölötte is víz van. És ez a világkép belekerül abba a gyönyörű elbeszélésbe, ahogy elmondja a Biblia a teremtést. Ez egyáltalán nem zavarja a szent lelket, vagy az Istent, aki sugallja ezt a történetet, ezen keresztül is el tudja mondani a maga üzenetét. És éppen így a magánkinyilatkoztatásoknál, sőt még sokkal jobban, a látnoknak a világképe, ahogy ő elképzeli a mennyországot, tisztító helyet, poklot, nyilvánvalóan bele szűrődik a látomásba, összekeveredik az isteni üzenettel. Tehát még kevésbé szabad ennek a látomásnak minden képét betű szerint, szó szerint venni. Igen, gyakran ezek kicsit olyan korhoz kötött elképzelések, és nagyon fontos ebből úgy kiemelni, meglátni ennek az üzenetnek a lényegét, és leválasztani a korhoz kötött elképzelésektől, mint a tűz és a fizikai kínok, amik megjelennek itt a látomásban. Hadd mondjak erre egy példát, hogy világosabbá váljon. Nagyon sok olyan szentünk van, főleg ókorban, középkorban, akik rettenetes önkínzásokat végeztek, magukat ostorozták, rettenetes böjtöket tartottak, amik az egészségüket is elég hamar tönkretették. Ezeket az embereket szentnek tartjuk, hősöknek tartjuk, nagyon nagy Isten szeretőknek, mind a mai napig, tehát ebben semmi csorba nem esett, de ezt a fajta gondolkodás módjukat nem tartjuk helyesnek. Az egyház jobban megértette, hogy a test az önmagában nem rossz, és nem kell elpusztítani. Tehát az életszentségüknek van egy olyan része, ami korhoz kötött, és amit bátran a mai egyházunk már egy kicsit teljesebben lát. Egy kicsit így van ezekkel a magánkinyilatkoztatásokkal is, hogy van egy korhoz kötött része, és fontos ezt a kinyilatkoztatás fényében értelmeznünk. Ha az evangéliumot nézzük, ahogyan Jézus beszél üdvösségről és az üdvösség elveszítéséről, akkor neki az alapképe az üdvösségről a mennyei lakoma, egy mennyegzős ünnep, vagyis Isten szeretete és a szeretetben való együttlét. Ez alapképe Jézusnak az üdvösségről. Egy olyan titokzatos lakoma, ahol nem lesz első és nem lesz utolsó vendég. Isten körül az egész emberiség asztalhoz ül, ünnepel. Az üdvösség olyan, mint az atyai ház, ahova hazavárnak.
vagy olyan, mint egy lakoma, ahova 10 szűz meghívást kap. És hát ezzel kapcsolatban fogalmazza meg Jézus a be nem kerülésnek az állapotát, ami tulajdonképpen ehhez képest külső sötétség, kitaszítottság. Valakinek nem sikerül ebbe a szeretet lakomába bekerülnie. Ahol Jézus beszél esetleg fizikai kínokról, az nagyon ritka. Például szerepel a dúsgazdag és a szegény Lázár történetében, de nagyon fontos itt tudni, hogy ebben a történetben Jézus fölhasznál egy nagyon ősi egyiptomi történetet. És éppen ezért annak a képanyagát alkalmazza. Azt, hogy van egy szegény, akit éppen hogy csak nagyon szerényen az árokparton eltemetnek, és van egy dúsgazdag gonosz ember, akinek meg fényes temetése van. És aztán a túlvilágon megváltozik a helyzet, pont az ellenkezőjére. Ez egy ősi egyiptomi történet. Az is, hogy beszélgetnek egymással. A Bibliában sehol másutt ilyenről nem hallunk, hogy a menny és a pokol között valami fajta ilyen beszélgetés lenne. Arról sem, hogy egy nagy árok van a kettő között, és nem lehet a kettő között átmenni. Ezek mind ősi egyiptomi elképzelések. Emiatt ennek a példabeszédnek is ezt a képanyagát, ezt inkább csak illusztrációnak kell tekinteni, és amit mond a gazdag, hogy rettenetesen szenved a lángokban, ez is inkább az egyiptomi vagy az ősi, ókori képanyaghoz tartozik. Persze Jézusnak a figyelmeztetése az nagyon-nagyon erős. És a fatimai látnokoknak az élményében is ez az, ami hitelesen evangéliumi. Az óriási nagy felszólítás arra, hogy törekedjünk, ahogy Jézus mondja, a szűk kapun bejutni. Széles az út, amely a pusztulásba visz. Ahogyan ahhoz, hogy egy házasság szép legyen, rengeteget kell tenni. Ahhoz, hogy valaki nagy sportoló legyen, rengeteget kell edzenie. Ahhoz, hogy nagy művész legyen, rengeteget kell gyakorolnia. Az életben éppen így, ahhoz, hogy megtanulhassak szeretni, és Isten szeretetébe bejussak, ezért minden erőmet meg kell feszíteni, és érdemes is megfeszíteni. Már itt a földön is gyökeresen más lesz az ember élete, ha tud szeretni, és oda át is, ahogy volt erről szó, lehet valaki hatalmas nagy hordó, dézsa, amibe rengeteg kegyelem belefér, rengeteg isteni békesség, szeretet, élet, és lehet kicsike gyűszű, amelyben nagyon kevés fér ebből. Tehát van súlya a döntéseinknek, Jézus erre hív nagyon nagy erővel, hogy törekedjünk a keskeny út, a szűk kapon és a keskeny úton haladni. Az, hogy a Jézusnak a figyelmeztetései szigorúak, és akár a fatimai jelenésben is van egy ilyen nagyon fájdalmas vonás, és néha gyerekeket is ezzel kicsit majd, hogy nem megriasztjuk, hogy erről beszélünk, ez a szeretetünk jele. Ha valakit szeretünk, akkor egyáltalán nem mindegy az ő sorsa. És nem hideg vérrel, kicsit közömbösen legyintünk arra, hogyha ő esetleg rossz úton jár. Ha elképzelünk mondjuk egy festőművészt, akinek vannak piszkozatai, ha abban valamit elront, az abszolút nem érdekli, az széttépi, nem törődik vele. De ha van egy remek műve, ami már hónapok óta dolgozik, ha azon egy vonást elront, egy ecsetvonás nem jól sikerül, az rettentően bosszantja, és mindent meg fog tenni, hogy azt kijavítsa. Istennek ilyen remek művei vagyunk, akikért ő mindent odaadott, és mindent odaadna, vagyis neki nagyon is számít az életünk, és ezért szeretne belőlünk minél többet kihozni. Ezért is úgymond haragszik ránk, értünk haragszik, hogy az életünk teljes legyen, és ezért figyelmeztet Jézus olyan keményen arra, hogy sajnos vannak tragikusan rossz döntések, amik az életünket pusztítják. A korábbiakban átbeszélgettük, hogy az örök dicsőségben, az Isten dicsőségében fogunk boldogok lenni, mindenki olyan mértékben, ahogy ezt megérdemli. Ugye az ellenpólus a pokol, és ez is hasonló, van különbség a pokol kínjai és szenvedései között ugyanúgy, mint az örök dicsőségben, a ki mennyit kap ebből, van kisebb, nagyobb, vagy egyáltalán van visszaút a pokolból, vagy örökre szól. Arra gondoltam, az merült fel bennem, hogyha az Isten irgalmas, akkor miért van pokol, és miért nem lehet a pokolból a mennybe jutni?
Sokféle kérdés elhangzott itt, egy kicsit mennék sorban. Az üdvösség kapcsán az egyház több alkalommal nyilatkozott erről, hogy vannak különbségek az üdvözülteknek az állapotában, mennyire tudja valaki befogadni az Isten kegyelmét. Ahogy a szentek, például Nagy Szent Teréz fogalmazta ezt, így vannak óriási nagy dézsák, és vannak kicsinke gyűszük. A kározattal kapcsolatban ennyire nem tért ki a részletekre az egyház, de az alapelképzelés ugyanez. Mivel, hogy ezt az állapotot sem Isten hozza létre, hanem mi. Ahogy az üdvösségnél is mi válunk erre képessé, hogy sokat befogadjunk. Amit Isten ad, az nem egy ilyen ajándékcsomag, a egy kiló boldogság mindenkinek, hanem Isten önmagát adja, szeretetét adja. És éppen ezért annyit tudunk befogadni, amennyire megtanulok szeretni itt a Földön, amennyire képes vagyok őt befogadni. A kározat állapotánál ugyanígy ezt mi magunk csináljuk, és éppen ezért minden emberé különbözik. Amilyenné magát tette, amilyenné sajnos magát torzította, olyan állapotban marad ő meg a halála után. Miért állítja az egyház, hogy ez örökké való? Azért, mert a halállal az időből kilépünk. Nincsenek már tettek, nincsenek döntések. Csak az időben van ilyen egymás utániság, hogy valamit meggondolok mégis. A halállal kilépünk az időből, és átlépünk az örökké valóságba. Ott már nincsenek újabb döntések. Ha lennének újabb döntések, az üdvösségünket is veszélyeztetné. Mert akkor esetleg meginokhatnánk abban a döntésünkben, amit a szeretet és Isten mellett hoztunk. És esetleg újra veszélybe kerülne ez az állapotunk. Tehát onnantól végre kilépünk a szabadságnak ebből a kicsit ingatag állapotából, és a szabadság céljához jutunk el. A szabadság célja az, hogy döntsön a jó mellett. Ez a döntése válik az üdvözülteknek örökké valóvá. Amikor valaki ezen úgy elgondolkodik, hogy örök kározat, akkor megretten. És nagyon nehezen tudja ezt hova tenni, azzal kapcsolatban, hogy ha Isten jó, akkor ez hogyan lehetséges. Itt megint szeretném ismételni, hogy nem az Isten küld oda, és nem az Isten irgalma véges, ami miatt mi azt gondoljuk, hogy onnan nincsen visszaút, hanem ezt az ember csinálja magának, az ember választja, az ember szabadsága ekkora nagy, hogy tud az Istennek nemet mondani. Itt egy kis kitérőt tennék, és aztán folytatom ezt a gondolatmenetet. Az egyház nagyon gyakran fogalmazott úgy, hogy a bűn az a jónak, vagy majdnem a létezőnek, a valóságnak a hiánya. Valami olyat akar a bűnös, ami nincs. A valóság önmagában jó. Isten alkotta. És a bűn az végső soron ezzel fordul szembe. A bűnnek a végső gyökere vagy iránya a pusztítás. A másik személyének, aztán a végén esetleg az életének is az elpusztítása. A sátán is erre törekszik, hogy az embert pusztítsa. A kározat állapota az tulajdonképpen a nem lét határára való eljutás. Majdnem a megsemmisülés. C.S. Lewisnak, egy híres angol gondolkodónak van egy különleges könyve, aminek ez a címe, hogy a nagy válás. És ez egy ilyen érdekes mese a kározatról meg az üdvösségről, és nagyon különlegesen ábrázolja. Ábrázolja a kározatot óriásinak, egy hatalmas nagy sötét város, ahol mindenki retteg, mindenki mindenkit utál, egyre messzebb költöznek egymástól, és már hatalmas nagy üres terek vannak, mert senki nem bírja a másikat elviselni. De ezt ő így ábrázolja, hogy néhányan nagy nehezen eljutnak egy ilyen buszmegállóhoz, ahonnan megpróbálnak följutni egy ilyen tisztuláson keresztül a mennybe. És érdekes módon azt mutatja, hogy a mennyei világ ehhez képest, ami onnan belülről úgy tűnik, hogy óriási, egy hatalmas nagy, különleges város palotákkal, amik egyébként irreálisak, tehát nincsenek reális falaik, és az eső beesik rajtuk, nem óvnak meg a rettenetes félelemtől és magánytól, de mégis valahogyan úgy tűnik, mint egy ilyen óriási város. És amikor kiér ez a busz,
a valóságos mennyei világba, akkor az tűnik föl, hogy ez a hatalmas város egy kicsi fűszálnak, egy apró kicsi darabjában szétnyílik, és onnan jön ki, tehát gyakorlatilag szinte semmi. És ahogy kiszállnak ott az emberek, először ők is szinte semminek tűnnek, árnyéknak. A fűszálak vasból vannak, és sértik a lábaikat, mert az Isten világa, a mennyvilága valóságos. Ha valaki szeretni tud, akkor ő benne élet van, az élet pezseg. Ő egy valóságos életet él, ott hatalmas nagy állatok vannak, lovak, amelyeken száguldanak az üdvözültek. Tehát az a valóságos világ, és a kározott világa az szinte a semmi határa. Ide jutnak el az Istent elutasító emberek. Ez egy kis kitérő volt, és tulajdonképp csak egy képnek akartam idehozni. Nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy a bűn az a valóság. Azok a nagy élmények, amikor az ember, nem tudom, szabados módon éli az életét, valóságban nem így van. A bűn a személynek, az ember igazi lényegének a megsemmisülése felé tart. Pilinszky János nagyon másfajta módon, de ugyanezt ábrázolja, amikor beszél arról, hogy a mai világban például egy ilyen mulatóhely, ahol nem tudom, táncolnak, meg érdekes zenék hangzanak, és különleges italokat és kábító szereket isznak. Ez tűnik olyan élőnek valóságban. Ez nagyon hasonlít a halálhoz, a megsemmisüléshez. Az élethez képest ez egy ilyen árnyék világ, ahol nagyon kevés igazi, őszinte emberi érzés, egyéniség, csoda van már. Az emberek egyre inkább sematikusak, és egyre inkább halottak. Vagyis a bűn a halál felé vezet, egy lefelé vezető lépcső. Visszatérve az alapgondolathoz, az ember megretten ettől a gondolattól, hogy a kározat örök. És nehezen tudja elképzelni, hogy ha az Isten jó, akkor ez miért lehet így. És éppen ezért az egyházunkban megjelent az a gondolat is, hogy talán senki a kározat állapotába nem jut mégsem. Azzal együtt, hogy erősen hisz a kereszténység abban, hogy szabadság van, tehát a kározat lehetősége fönnáll. De ezzel együtt nagyon sok teológus úgy gondolta, hogy Istennek van akkor a bölcsessége, ha szabad így mondani, ügyessége, hogy a szabadságunk megtartásával, nem annak a keresztülhúzásával, de mégis képes mindenkit, a leggonoszabb embert is, a leggonoszabbnak látszót is valamilyen módon maga felé vonzani. Megfogalmazta ezt már Nüsszai Szent Gergely, Szent Jeromos, aztán jóval később keresztes Szent János. Tehát látjuk, hogy nagyon nagy szentjei a kereszténységnek mertek erről írni, vagy kis Szent Teréz. Kis Szent Teréz egyenesen azt mondja, hogy ahogy Krisztus lement a pokolba, hogy onnan fölhozzon mindenkit, megint csak Istennek a szándéka az, hogy minden embert üdvözítsen. Kis Szent Teréz azt mondta, hogy ő is szívesen lemenne, hogy legalább ott is valaki Isten dicsérje, és tudjon az ottaniaknak segíteni. Ez a fajta gondolat, tehát a remény arról, hogy talán senki nem kározik el, ez belefér a kereszténységbe. Vannak ma is nagy teológusok, például Hans Urs von Balthasar, aki ezt ilyen módon gondolja. Ez nem egy állítás, nem egy tétel, hogy senki nem kározott el. Ha valaki ezt így gondolná, ezt eretnek tanításnak tartjuk, ugyanis a szabadság lehetőségét az egyház mindig is fönntartja, és ezért a kározat lehetőségét is. Vagyis ez nem egy állítás, hanem egy remény, egy könyörgés Istenhez, egy kicsit Krisztus mellé állás, az ő keresztje mellé állás, aki mindenkiért adta az életét. Még a Latorért is imádkozott, illetőleg az őt keresztre feszítőkért, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Ennek van létjogosultság az egyházban, tehát egy ilyenféle reménynek, hogy Isten titokzatos módokon, de talán mindenkit megment a kározat állapotától. Még mindig ennél a témakörnél maradva, lennének ismét kérdéseim, hogy az Isten irgalma mindenkinek mindenre szól. Isten nem személyválogató, mindenkit szeret. Akkor az jutott eszembe, illetve eszembe jutottak az elmúlt években történt erőszakos merényletek. Ezek az emberek, akik
emberek ellen, embertársaik ellen követnek el gyilkos tetteket, azt Allah nevében teszik. Ő mögé bújnak. Vagy tényleg hisznek abban, hogy ezt Allah akarja tőlük? Mi lesz ővelük, hiszen maguk is meghalnak, mivel öngyilkos merénylők. Mi lesz azok egyáltalán az öngyilkosokkal, akik a saját életüket oltják ki? Kimondhatjuk, hogy ezek az emberek így egy az egybe a pokolba jutnak? Vagy ugye ott van Hitler, több millió lélek szárad az ő lelkén. Ő tuti a pokolban van? Hadd kezdjem onnan az öngyilkos merénylők, vagy az ilyen vallási fanatizmusnak az áldozatai kapcsán, hogy természetesen az Isten soha senkinek nem parancsolta, és nem parancsolja azt, hogy gyilkoljon. Szent háború nem létezik. Csak a béke szent. Minden vallás, amely hiteles, kell, hogy elítéljen minden erőszakot, minden pusztítást, minden gyűlöletet. Mivel az emberi szívet az Isten alkotta, mindenkinek a szívét, a muszlim embereknek, a muszlim testvéreinknek a szívét is. Ugyanaz az Isten, aki Jézusban emberré lett. Ezért régi egyházatyák mondták, és Esztertulianus nyomán, hogy anima naturaliter christiana, a lélek természete szerint keresztény. A muszlim ember lelke is keresztény. Őt is a szerető Isten alkotta. És éppen ezért nagyon sok muszlimnak a lelke mélyén ott van a szeretet törvény, és soha senki ellen erőszakot nem követne el. Hála Istennek a vallási, meg társadalmi, kulturális rárakódott szenny, vagy nehézség alatt az emberek szíve Isten alkotása, és ha tudnak e mögé a kulturális rárakódás mögé látni, akkor tudnak helyesen cselekedni. Nagyon gyakran ez meg is történik. Tehát egy mélyen hívő, őszintén Isten kereső ember fölismeri a saját vallásának a korlátait. Nagyon gyakran sajnos ez nem történik meg. Ahogyan látjuk azt a történetben, például nagyon sok kannibál törzs volt, ott rengeteg ember abban a tudatban élt, hogy a másik törzs tagjai nem is számítanak embernek, és szabad őket megenni, megölni és elpusztítani. Vagy az inkák sok évszázadon át elfogadták valamilyen módon, hogy embereket szabad Istennek föláldozni, a szívüket élve kivágni a testükből. Egy borzalmas emberáldozat, ami újra és újra ebben a kultúrában fönnállt. De azt is őszintén meg kell mondanunk, hogy még a kereszténységtől sem teljesen idegen ez a fajta erőszak. Tehát sajnos nagyon sok szörnyű bűnt követtek el emberek, elvakult és nyilván nem Jézusra hallgató emberek, látszólagosan a kereszténység nevében. Akár az inkvizíció, boszorkány üldözések és sok minden hasonló szörnyűség kapcsán. Tehát van, amikor az ember elvakul, és azt gondolja, hogy szinte magának az Istennek a nevében kell ilyesmiket elkövetnie. Emiatt, az elvakulás miatt mondhatjuk azt, hogy egy muszlim terrorista bűnöző is valami fajta enyhítő körülményt magáinak mondhat, ha annyira bekorlátozza őt ez a fanatikus vallási tan, amit rá öntöttek talán fiatal korában, hogy nem tudott sajnos e mögé látni, ez valamilyen értelemben enyhítő körülmény lesz a számára az Úristen ítélőszéke előtt. Ismétlem, hogy Isten minden embert akar üdvözíteni, az ilyenfajta embereket is. Ő látja csak a szívüket, nem nekünk kell ezt eldönteni. Az egyház soha nem állította senki konkrét emberről, hogy ő biztosan a kározat állapotába jutott. És az a remény minden emberre szemben fönnállhat bennünk is, hogy talán az Isten talál valami kicsi ajtót, amin keresztül tudja őket is üdvözíteni. Azért emberi gondolkodással ezeknek az embereknek talán még a pokol is kevés, hogyha úgy nézzük, hogy mennyi ember életet kioltottak, de hát szerencsére Jóisten irgalmas. Most áttérnék egy izgalmasabb részre, hallgatói kérdések jöttek. Pap Károlyné kérdezi a püspök atyát, hogyha meggyontuk a bűneinket, és itt a földön feloldozást nyertünk, akkor ezek a bűnök véglegesen törlődnek-e az életünk történetéből,
és ezeket nem visszük egyáltalán a más világra, vagy a halálunk pillanatában, amikor lepereg előttünk a életünk filmje, ezek a bűnök is benne lesznek-e? Az Úristen megbocsát, ami azt jelenti, hogy a bűnnek ezt a negatívumát, az ő ellene való lázadást, ezt eltörli a szívünkből, ezt a rossz gyökeret a szívünkből kigyomlálja. Egy helyen a Biblia azt is mondja az 51. Zsoltárban, hogy újjáteremt, teremts bennem új szívet. Tehát ez a megbocsátás, ez teljes. De a bűneinknek van következménye. Néha szinte fizikailag megvalósuló vagy megjelenő negatív következmények. Aki például valakit megölt, ha az Isten neki teljesen megbocsát, akkor sem tudja ezt fizikai értelemben a gyilkos már föltámasztani, vagy valamilyen módon meg nem történté tenni. Ha valaki egy alkoholista mondjuk elitta az eszét, megbocsát neki az Úristen, ha megbánja, de ettől az agysejtjei nem fognak föltámadni. Vagy valaki tönkretette a családját, lehet, hogy ezt utólag egy pár évtized után megbánja, belátja. De az nem magától megy, hogy ezt a családot újra összetudja valahogyan tartani, vagy pedig meg tudja gyógyítani a sebeket, amiket okozott. Tehát különbség van a bűn és a következménye között. A megbocsátásnak a lényege nem is az, hogy az emlékezetünkből kitöröljük ennek a dolognak az emlékét. Az életünk történetének része marad az a bűn, és az emlékezetünkből sem törlődik. Ahogyan, ha valaki más ellenünk bűnt követett el, akkor sem törlődik, ha megbocsátunk neki, attól még a mi emlékezetünkből nem törlődik ennek az emléke. Szokták ezt mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. És nagyon sok pap ez ellen nagyon nagy erővel prédikál, hogyha őszintén megbocsátottam, akkor az azt jelenti, hogy elfelejtem. Én azt gondolom, hogy ez részben igaz, részben nem. Olyan értelemben igaz, hogy nyilván, ha megbocsátok, akkor nem fogom hetente újra emlegetni a másiknak a bűnét. Hanem tényleg túlléptem rajta, nem hozom föl neki újra, nem tépem föl ezt a régi sebet. De azt nem jelenti, hogy nekem az emlékezetemből ez törlődik. A megbocsátás nem egy ilyen mesterkélt kísérlet arra, hogy úgy tegyek, mintha semmi sem történt volna. Nem is annyira a múltra vonatkozik a megbocsátás, hanem a jelenre és a jövőre. Azt jelenti, hogy annak ellenére, ami történt és ami fáj, nálam az ajtó nyitva van. Újra kezdhetünk. Ennek ellenére a szeretetemet, irgalmamat, jóságomat nem vonom meg tőled. Egy új fejezet indul. A megbocsátás a szeretet föltámadása, ami halottnak tűnt és mégis él. Nem elsősorban az emlékezetünk törlése. És ilyen értelemben a bűneinknek az emléke is megmarad az emlékezetünkben, csak átalakul. Mondja az egyház a húsvéti öröménekben, hogy szerencsés vétek, amely ilyen nagyszerű megváltót érdemelt. Ez azt jelenti, hogy talán sehol nem tudjuk az Isten irgalmát jobban átélni, mint pont a megbocsátott bűneinkben, ahol átéljük, hogy ennek ellenére is szeret, ezzel együtt is szeret. Az Isten megváltása ezt is legyőzte, fölülmúlta, meggyógyította. Vagyis beépülnek ezek a bűnök az életünk házába, de értékes építőkövek lesznek, átlényegülnek. Vagyis azt válaszolnám a kedves kérdezőnek, hogy az életünk filmjében ott lesznek. Ott lesznek a bűnök is, de már megbocsátott bűnként, amelyek Isten irgalmát hirdetik.